Hevesi Tamás podcast támogatója a Kolpaszán. Egy életen át. Kolpaszán a minőségi fürdőszoba. Betanítottam ezt a óriási bikinis lágert, mielőtt elmegyeket. A Déna itt is rá egy vázlatot, amik az volt a refrénye, mielőtt végleg elmegyek, egy képet elteszek, ez a kép a régi életem, szét is téphetem. Ezt a Ferro átírta, az már látunk ismerett, mielőtt elmegyekre, és így került felvételre. Tehát ennyire a Ferroé, és ennyire a Dénagyé is a szöveg. De ez volt az első bikinyed, ami mai napig a legnagyobb sláger. Ez így van. Mai vendégem a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb egyénisége. A Bikini együttes szíve, lelke és motorja, Németh Alajossal alias Loizival beszélgetek zenéről, zeneszerzésről és az élet nagy dolgairól. Hát Loizikám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, a szólíthatlak így. Köszönöm a meghívást. A mi barátságunk, vagy talán mondhatnánk zenei barátságunkon kívül lévő szellemi barátságunk hosszú-hosszú évekig nyúlik vissza, és nagyon hálás vagyok, eljöttél hozzám, mert hogy is mondjam, kevés olyan zenész van Magyarországon, akire mindig úgy néztem föl, hogy egy ilyen egészen ambivalens érzéseim voltak veled szemben, hogy megvan az a hanyag elegancia a színpadon, amikor állsz. Mikor zenéltek. Amikor nyilatkozol, akkor nem hanyag elegancia, hanem egy intelligencia. Amikor megőrülsz a színpadon, akkor is egy elegáns angol lord állott a színpadon egy basszusgitárral, és én azt mondtam magamnak, hogy szerintem a te példaképed, vagy ha nem is példaképed, de valahol kell átfedés legyen nekem a Stingel. Gordon Matthew. Ennyi. Van átfedés? Van, persze. Van. Meg egy kicsit David Bowie is mostanában. Tényleg? Hogyne. Képzeld el, hogy mielőtt meghalt, csinált két klippet. És mind a kettő olyan megrázó, és ott kiderült, hogy egy óriási művész volt a pasi. Tehát ő nem a Let's Dance, mindenki azt gondolja, hogy ilyen felszínes, szórakoztató az ember. Nem, egy nagyon mély gondolkodó filozófus. Hát a klippet érdemes megnézni majd neked is. Mert esetleg a barátságról az rögtön kiderül már az ember gyerekkorában, vagy az első találkozásra, hogy ez a haverom, vagy az mi kutyánk kölyke ugyanabból az alomból való, vagy nem abból, hát akkor is elviseljük, de barátok nem leszünk soha. Úgyhogy mi így lettünk barátok, hogy egy ilyen út kapcsán mentünk ki Kámba. Na ezt meséld már el. Igen, én is azért emlékszem. Volt, óriási volt, ugye hát mindannyian világsztárok akartunk lenni, csak 88. Én nem. Csak én nem, mert ilyen eleve tudtam, hogy ezzel a nyelvezettel, a magyar nyelvvel és a magyar dalszövegekkel max ebben a régióban lehet sztár. És nem is ez pályáztam sohasem, mert képzeld, de azt mondod egy angol embernek, hogy följelentelek, kiröhög, mit csinálsz? Nem ismerik ezt a tételt, tudod, hogy följelentelek. Persze. Mi meg folyamatosan ebbe utaztunk sokáig, hogy följelentjük egymást, vagy minket jelentettek föl. Igen. Na és akkor mentünk ki Kámba, hogy majd nagy sztárok leszünk. A Midem Gála, 1988-at írunk. Több zenekar, volt egy Jani Csák István nevű gyerek, ugye, aki Zizi Labor. A Zizi Labor énekese, és hát ő is velünk jött. Így van. Az ő, neki köszönhetően 6 vagy 8 órát kellett várnunk az olasz határon, mert mondta valaki, azt hiszem talán, hogy a Pásztor Laci, így van, hogy Pásztor mi egy művész delegáció vagyunk, és Kámba megyünk, és mindjárt mondtak a határon, a vámtiszt az elő, azt mondja, akkor énekeljenek valami. Na, egyből a Jani Csák Avanti Popolo, ez a legnagyobb komcsi dal volt, egyből mondta, na, álljanak oda félre. Ez így szétszettek bennünket, emlékszem, igen. Na, így indultam egy nagy turnánk, de hál' Istennek, hogy a te humorodnak köszönhetően már Velencébe feloldódott ez a feszültség. Mesztrében, nem? Mesztre. Velence elővárosa. Igen. Ott mi is történt? Hát, úgyhogy előkaptad a gitárodat, és olyat rodáztál, hogy nem hitték el az olaszok se, hogy ez igaz. Ja, tényleg. Jamaikaiul először, később olasz nyelven. Tényleg? Hát akkor te voltál a legnagyobb ilyen utcazenélőkben. Verhetetlen. Valóban csináltam ilyesmit. És emlékszem, hogy abból a pénzből utána, amit ott kerestem az utcán, ugye adakoztak, és körbevettek egy csomóan, emlékszel? Ki volt téve a gitártok, és repült belé a pénzecske. És akkor bementünk egy bárba, és a Jani Csák akkor utazott életében először nyugatra. Igen. Tehát, hogy lemondhatjuk így, nyugatra. És ugye azt mondtuk neki, emlékszel, hogy kimentünk az előtérbe, erre én viszont tisztán emlékszem, hogy csapjuk be a Jani Csákot, ugye fehér üveges volt a sör. Emlékszel rá? És azt mondtuk neki, hogy na figyelj, Jani Csák, azt mondja, iszunk Olaszországban, ez egy speciális ital, ez a fehér sör.
Emlékszel rá? Olyan. És akkor elkezdtük kitölteni az üveg, és ugye nem ment le, mert az üveg volt fehér, és olyan így csak bekajálta, és akkor döltünk a röhögést, erre is emlékszem. Hát ez nagy dolog volt, igen. Nagy volt, igen. Figyelj, volt a Lilla, Vince Lilla, Vince és kiöntötte a mézet a buszba. Emlékszel? Arra nem. Szóval mondtam, ki volt a büdös paraszt, aki kiöntötte? Szegény. Tünemény. Imádjuk. Hát ez egy nagyon érdekes buszút volt, arra emlékszem. Úgyhogy nekem ugye akkor Boros Lajos volt a lemezkiadóm, és próbáltak bennünket ugye értékesíteni minden gálán vagy fesztiválon. És akkor volt a Jimmy Somerville, volt a világsztár, meg a Black, emlékszel? Wonderful, Wonderful Life. Igen. Emlékszem. És hú, de nagy dolog volt ez, persze, hogy nem vett meg bennünket senki. De... Nem, és azért jöttek, megsúgom, azért jöttek, hogy a barátnőiket gyorsan bevigyék valami kis rejtett szállodába, a feleségeik elől elbújva, és az egész minden találkozó mindig arról szólt, hogy ezek az óriási menedzserek, hogy tudják azt az egy hetet úgy eltöltetni, hogy senki ne lásson. Hát nem tudjuk, ezt csak hallottuk meg, és úgyhogy csak hallomásból. Ugye a gyermekkorod egészen szenzációs családban nőttél fel, egy művész családban. Úgy, haj, de jó, és azt nem is cserélném el egy gazdag milliómos családra soha, amilyenket. Hihetetlen, hogy utána olvastam, hogy szóval nem is kerülhetted ki, hogy te is a művészet valamelyik ágában leszel híres. Figyelj, mi templomba jártunk annak idén, minisztráltam, képzeld, de vittem a papnak a bort, és hogy ne töltöttem. Ostyácska. Csak azért mentem gyonni, hogy ostyát egyek. Imádtam az ostyát. Igen. Aztán később már nem, meg nem is gyontam később, de mondjuk hál' Istennek, hogy nem. Uh-huh. Édesapád ugye egy magának való szobrászművész volt, ugye? Mondhatjuk. Magának való azért nem volt, de én befelé fordult, ugyanis úgy mondom, egy háborús hős volt, másik világháborút végig csinálta a Donkanyartól Salzburgig, kergette az orosz. Úgyhogy sokat mesélt arról, hogy milyen egy záró tűzkatyusával, hogy nadrág nem maradt szárazon, mínusz 30 fokban. Tehát ő ezt megcsinálta, egy igazi férfi volt. Ma nem találsz már nagyon ilyet, találsz azért férfiakat, de ilyen vagány, kemény csábokat keveset. Mm-hmm. Na, így indult ő, és el is mesélt mindjárt egy történetet, hogy ő ledoktorált, és azért lett jogász, mert az anyám azt mondta, hogy nem megy hozzá a feleségül, nem doktorál le. Hát régen ez volt. Régen még ilyen nem tényleg volt, tehát, hogy fogod magad, aztán ugye elveszel egy csinos nőt, érted? Mondták, hogy alaja, menjél szépen egyetemre, és majd utána jövünk. Na, elvégezte a jogi egyetemet, és ügyész volt, meg ráadásul katonai. És akkor föladta, hogy ő nem küld senki fiatal embert halálba, meg semmilyen börtönbüntetésbe, és szobrász művészként folytatta egy darabig, majd a Malévnál elejeszkedett. Malévnál? Ferihegyen, és forgalmi főfelügyelő volt. Magyarul ő irányította, légirányító volt a toronyba, és mondták neki, hogy Laja, lépjél be a pártba, és te leszel a Malév vezérigazgató. És hogy csak annyit mondott, nem lépek be azok közé, akik a bajtársaimra lőttek. Szóval még mindig vannak ilyen emberek, érted? És képes volt feladni az igazi sikert, egzisztenciát, állami autó, stb. Nem kellett neki. Inkább úgy végigvitte az életét, ahogy volt. És édesanyád? Hát ő különleges. Azt sokat gondolok rájuk egyébként a mai napig. Anyám pedagógus volt. Igen. Kanizsai Dorottya lánygimnáziumban, amikor én kisgyermek voltam, ott tanított, később a Könyvesbe szembe, az is gimnázium volt, majd a Fajipari Technikumban fejezte be. Uh-huh. De hát őt sokszor utasították, meg klerikális volt, ő templomba járt minden vasárnap, ugye mondtam, mi minisztrátum ment a család, szórtuk a rózsát, húsvétkor, stb. Na, aztán után roppant szigorú volt, ő nem ismert tréfát. Dobta ki a diákot, ha nem tanult, vagy hogyha renitens volt, nem figyelt oda, a vállánnál fogva az ajtó. Akkor ő volt a család fő idéző? Ahogy mondott, tényleg szemben. Ő volt. Azt mondta, ő megmondta, merre van arra, és tényleg arra volt. A három testvér, ugye két testvéred van, a Gábor személyesen jól ismerem, viszont a lány testvére, nővéredet nem ismerem. Hát ő énektanár, nagyon komoly, a Filharmónia énekmestere, és nagyon sok híres énekes nevet föl. Például? Hát kint vannak, külföldön énekelnek, népszerűen nem ismernek, mindenféle operában énekelnek. És a Gábor testvéred zenél továbbra is? Zenél továbbra is, vele nem, sokáig nem volt jó a kapcsolatom. Tudom, azért kérdeztem. Nem volt jó. Régen sem volt igazán jó, amikor gyerekek voltunk, tördelt a kezemmel, tehát sokkal erősebb volt nálam, nagy fizikumú volt, uh-huh. 40-50 kilóval bicepszezett minden, és uh-huh. folyton vert. Komolyan? Persze. Uh-huh. Na nem baj, szóval még szépen elment a gyerekkorunk, később aztán egyszer valamilyen berágott, és a 30 évig nem szólt hozzám, ezt most már beszélgetünk. Hmm.
Furcsa. Ha, igen, furcsa, de egyébként nem rázott meg. Szóval attól a pillanatok kezdve, amikor nekem megszületett a lányom, önállósodtam, és ez nem esett jól neki. De ő hívott az, ugye egy zenekarába akkor, ugye ő egy kicsit, nem? Nem? Nem, akkor én hívtam ide a bikinibe, és őt volt a dobos. Azt tudom, az volt az elkésett. Azt hittem, volt korábban egy másik közös zenekar, amiben játszottatok együtt, azt hittem. Hát szóval mindenkinek volt egy jam együttes. Na, azt tudom, hát erről beszélek. Itt nincs olyan magyar zenekar, aki nem játszott jam együttesben. Hát, én ezt kérdeztem, hogy játszottatok együtt, volt a bikini előtt. Igen, igen. És akkor alaphelyzetben úgy tudom, hogy te hegedülni tanultál. Így van, így van. És figyelj, ez megint egy párhuzam, az első párhuzamos közöttünk, hogy én is hegedülni kezdtem. Ó, hát akkor azért van olyan jó hallásod. Hát nem tudom, milyen hallásom van, jó. De egy néha nagyot hallok, de egy, nem, hogy én képzeld el, azért nem szerettem a hegedűt, mert a hegedű tanárnővel nem voltam, nem működött a kémia. Na most te azt mondtad, amit én szoktam mondani. Tényleg? Nekem működött volna a kémia, mert nagyon-nagyon tiszteltem, de úgy rettegtem tőle, hogy rendesen rázott a hideg, mikor be kellett menni hegedórára. Szívta a terv cigarettát, ilyen barna volt a keze idáig, ki volt idáig rúzsozva, és az egész terem tele volt füst, és volt egy ilyen szénhúzó vas akármilyen, amivel aztán a KH-ba igen. Azzal az ablakot kinyitott, és hogy eljött, mellettem mindig egy semmit lenyomott, tudod, és volt átkin a folyoson, a függő folyoson, és mellé nyúltam, és a legszebb szava, fisz, te barom! De nagyon szigorú volt. Mondjuk ezért meg is tanultam jól hegedülni. Mm-hmm. És a Szenthelyi Miki mögött a második voltam a budapesti hegedű versenyem. Annak aztán, idején. Ez óriási, ezt se tudtuk rólad. Egy baklalova szonatinával, akit utálom a katonazenét, és olyan nem is az Vivaldi, bocsánat, az a baklalova szonatina volt. Na mindegy, majd eszembe jött, és akkor idézni fogom. Azt a... Képzeld, az én például hegedű tanárnő mindig azt írta be az ellenőrzőbe, mert állandóan birkoztunk az iskolai órák szünetében, a homokban, a homokozóban, hogy bement a körmem alá a homok. És az volt mindig beírva, hogy koszos a körme, nem készült. A nem készült, az nálam is állt, érte, abszolút. És soha nem felejtem, én akkor láttam először ilyen színes filztollakat, de mindenfajta színű filztolla, mindig mással írtam ezeket a finom megjegyzéseket. Hát nyilván innentől kezdve egy gyereknek mi ez? Hát nyilván nem szerettem. A bent a Macász, a Dankla, meg ezek a füzetek biztos megvoltak. Hogyne, persze. És akkor hogy jött a hegedűből, hogy lett egyszer csak basszusgitár? Mert ugye hát ezért ez egy elég nagy váltás. Húros, csak hát nem ugyanaz. Zsíros, húros, hogy ugye nagyon szerettem a rock and roll-t, a nyilvánt, és úgy voltál vele, hogy az első harmóniát, amit meghallottál, egybe tudtad, hogy ezt fogod csinálni. Ez így van. Tehát én is hallottam a Luxemburg rádiót, elment a híre az iskolából, még általános iskolás voltam, hogy van egy ilyen titkos rádió, a rádió Luxemburg. Igen. És megtaláltam, és meghallottam egy pár ilyen régi nagy slágert, és meg voltam betegedve. Mert volt, hogy atya úristen, hogy csak erre gondoltam, jó? Csak erre, egész, és nagyon akartam csinálni. A bátyámnak volt a gimnáziumban egy saját zenekara, szintén jam, és már volt szólógitáros. Ugye nem tudtam szólógitározni, hát persze volt Újpesten is, még más zenekarunk ott is volt szólógitáros, és nekem így jutott a basszus, az nem volt. És akkor te játszol, öcsém a basszusgitáron, ott nézve ennyi, és akkor... De mivel, hogy összhangzatilag a képben voltál, meg ugye érdekelt a basszusgitár, milyen volt az első hangszered, mire emlékszel? Az első basszusgitár. Bulgár basszusgitár volt, behajlott a nyaka erősen, tudod. Káposztagősztől, nagyon durván behajlott a nyaka. Na, nem is ez a lényeg, hogy milyen, nem, a mély hangok nem vonzottak sohasem. Régen megijedtem a nagybőgőtől. Úgy volt a zeniskola, 8-as számú körzeti zeniskolába jártam, és jöttem le a lépcsőn, és balra volt egy terem, ott volt a nagybőgő oktatás, és a zongora korepetítor. Tehát mindig, mikor bementem a bizonyos etűdött zongora kísérettel gyakorolni, akkor ott volt egy hatalmas nagybőgő, és annak, ez ki fogja meg ezt a nyakat, tudod? És hallottam egy pár órát, és mondom, na mindegy, tehát basszusgitáros lettem. Én nagybőgőztem egyébként, én népzenében, háromhúros nagybőgőn. Az jó, annak van sámi, persze, ott lehet grúvozni. Igen. És akkor hallottam az Orszácki Jackit, meg az egész Sirius mítosz. Na ez egy újabb kapcsolási pont. De a basszusgitárral kapcsolatban akkor szerettem meg a basszusgitár, amikor hallottam először megpengetni ezt a hangszert, hogy kell. Nem a Black Sabbathot, bárki lejátsza elsőre, tudod, meg ezeket a Cream. Pengetővel játszottak még régen, ugye a basszusgitárosok nagyon régen. Rögtön újra nyomtam, persze, de nem volt gond, szóval
Sőt, a Hendrixnek a Watch Tower-t még én írtam, emlékszem a gitárosoknak a szólóját, hogy hogy van, mint első hallásra mindent, az borzalmasan egyszerű volt akkor. Há, hogyne. Hát az Osztályos kis Jackie megint csak egy kapcsolódási pont, hiszen a Jackie-t én Ausztráliában ismertem meg, tudtam, a Sirius lemeze meg is van, nagyon szerettem. Én azt mondtam, egy fekete vérű basszusgitáros, és kegyetlenül tetszett, ahogy énekel, tudod, ilyen meg a furcsa, olyan jó, libabőr. Igen. És hát egy Jackie-vel én Sydney-ben találkoztam. Volt egy törzshelyük, ahol minden csütörtökön játszott a zenekarában, és lett egy új-zélandi felesége, és meghívott, hogy jöjjek el, mert megtudta, hogy én Ausztráliában ott kóvájgok és zenélgetek itt-ottam ott. És elmentem, és egy fantasztikus Tina, ugye? Tináról, igen, az új-zélandi felesége. Ő az énekesnő az akkori zenekarában. Szegény Jackie ugye már nincs köztünk, de az az örökség, amit ő letett basszusgitározásban, az kell mondanom, hogy egyedülállóan. Mint a szerzésből is. Igen. Tehát annyira egyéni világa volt. Tudod, mit irigyeltem, amikor olvastam róla, hogy olyan emberekkel játszottál együtt, hogy például Szabó Gábor. Na, egy kicsit bontsuk már ki ezt a kis csomagot. Mondjuk engem is meglepett, mert nem ismertem. Tehát tudod, amikor nem ismersz valakit, az Interbrass-ban játszottam, akkor egyébként arra szerencsés vagyok, mert Berki Tomi, aki ének újabb kapcsolási pont. Tanszékvezető volt akkor a zeneművészeti jazz tanszakon. Így van. Egy ilyen záró hangversenyen hallott, és mondta, hogy a Román Péter vendéglátozni kiment Finnországba, és felszabadult a hely az Interbrass-ba, hogy van-e kedvem? Mondtam, hát köszönöm szépen, nagy örömmel. Ez olyan, amikor bedobnak a mély víz búcsa, hogy még alig tudsz úszni. Igen, ez igaz. Nagyon kellett csapkodnom, utol érjem őket, mert a másik Jancsi zongorázott, ő akkor másodéves volt a jazz tanszakon. A Paganatos Nikos dobó, Berki. És miket játszottatok? A Deli testvérek, Perkás. Deli, igen. Hát a saját dalokat, meg standardeket, amerikai standardeket. És a Grünci volt a szaxofonos, a Grün volt Tomi. Igen. És egyszerűen csak megjelent a Dés az ajtóban, csak egy bluesra, csak egyetlen egy bluesra jöhetek, fújj, mondta Grünci, gyere, fújjál. Legközelebb hoztam két notát, megcsináljuk, meg tudjuk csinálni. Hát mondta olyan csipás, igen, persze megcsináljuk. Legközelebb meg Grünvald nem is jött. És a Dés beállt fújni, akkor a Neumayer Karcsi trombitált, és hát nyilván akkor a Berki Tomi énekelt. És az elég durva felállás volt, és úgy nézett ki Marci Benyitér, hogy lent volt egy ilyen közepes méretű terem, de inkább kicsi, mint közepes, és ott ültek az emberek párnákon. És úgy hallgatták a zenét, hogy mindenki ücsörgött. Lehetett spanglizni, de jó. Vágni a füstöt, szólt a muzsika. A Deli testvérek folyton kávét főztek, onnét lehetett tudni, hogy ott vannak, hogy olyan kávészak volt a teremben. Jaj, a Deli gyerekek, tudod. Mindenkinek kell kávéfőző. Hát Elgétén is ott rotyogott a kávé, amikor beültek az Elgétébe perkásűnöző, ott rotyogott a Pista mellett a kávéfőző. De jó. Jó hangulata volt ezeknek, és egyszer csak jött egy komma, és lerakta a gitárt, mert oda volt írva Gábor Szabó, a Berkinek a szünetbe, hogy de ki egyszer csáva Gábor Szabó, hogy hülye vagy, tesz, hogy Szabó Gábor világhírű gitáros. Ez így gitáros. Hát mondom, jó van, akkor játszottunk ugye zárásig, és a végén odajött és mondta, hogy lesz neki itt bemutató estje, van-e kedvem bőgőzni, nem basszus, bőgőzni. Hát mondom, megpróbálhatom. Na most kihúzták a fogamat előtte. Egy nappal a koncert előtt egyik ilyen nagy örlömet. De össze volt nőve a gyökér. Aha. És Álkapocsal együtt jött ki. Egész él a szilánk csöpögött ki, egyet vert a szívem, annyi injekciót kaptam, mint soha. Mint te egy nap. Ja, igen. Csak kicsit más. Igen, és hát nem éreztem jól magam, mindesetre elmentünk a bulit, megcsináltam, megköszönte, és akkor tanultam meg nagy bőgőzni aznap este. Ó, csodálatos. Hát nem volt éve 30-32 akkord, egy dalba tudod, és nincs mellé nyúlás, ilyen színvonalon, jaj. Megcsináltam, és olyan jó érzés volt, hogy hajrá, de még egy sztorit elmeséljek már így a nagybőgővel kapcsolatban, hogy ez ebben a terminusban hívom a hegedű meg, a kis síró, és van a bátyja, az a nagybőgő. Nagybőgő, igen, folyton ordibán bőg. Igen. Hogy a Garai Attila meghívott a triójába. Marhai nagy, nagyon híres zongorista volt, egyszer voltam neki egy kísérő estjén a Rátkai klubba, ahol az OSK énekes csajokat kísérte. És jöttek a lányok, hogy jaj, Attila bácsi, menne ez Desdurba? Írjad föl! És menne ez Hámulba? Írjad föl! És oda voltak írva, és nem számított neki, hogy milyen hangnem. Egyből transponált fejbe. Elképesztő. Hát meg úgy zongorázott. Na, azt mondta, hogy Szegeden a Bartók teremben van neki koncertje, volt egy trabantja, a trabantban bepakoltuk a dobot, volt egy kis dobos srác ebben a trióban. Én a nagybőgött valahogy besújkoltuk egy lábbal, tudod,
nyitott ablak, hogy így, ne férjen. Lementünk szépen, lement az első menet, de már gyanús volt az első menet végén, és ordibált a bitlit, boszlám, és eltűnt. Annyira tűnt el, ha szabad ezt mondani, hogy Isten bocsásson, mert nem bántam, mert nagyon szerettem az Attilát, de aznap este elszámolta magát. Uh-huh. És vonattal jöttem haza. És bementem a WC-be, mert arra sem volt pénzem, hogy jegyet vegyek. Bezárkoztam, hogy jön az ellenőr, akkor bezárkozott. Nagybőgővel Szegedről jöttem haza. Majd a 20-as te még busszal, el tudsz bújni, de a nagybőgő, az nem egyszerű. 20-as busszal még hazajöttem, át a Papp József téren a nagybőgővel, se, se semmi, minek mikor beraktuk ugye a Trabantba. Jött az Attila harmadnap. Jaj, nára, hogy az inkább bocsáss meg nekem, hogy kicsit eltévedtem Szegedre. Attila, ha ez a jazz, akkor nem akarok többet jazzt játszani. És nem is játszottam vele többet. Aha. És akkor egyszer csak, ez hogy jött ez a nagybőgőzésből, egyszer csak lett egy nagy álom, mert azért mondhatjuk úgy a mini együttes, így a Török Ádival. Ez hogy történt ez az egész kapcsolódás? Voltak ott Újpesten haverok, volt a Kántor család, a Kántor Jenő a festőművész, a öccse az pedig szaxofonos, hegedűs és mindenféle hangszeren játszott. Kimentek vendéglátozni, aztán Norvégiában eresztettek gyökeret. Nem csak ő, hanem az alkalmas is, biztos is emlékszel az alkalmasra, és vele együtt még sokan diszidáltak, a Mándoki, a Szűs Laca, ezek mind 75 szeptemberében kereket oldottak. Tehát ez egy jó társaság volt, a Kántornak előbb sikerült betörni. Tehát ő már játszott a Non-Stopban, és ő már Jazz Tanszakra felvételt nyert, amikor én még csak előkészítős voltam. Na de, már ismertük a Minit, hallottam a Tabánba, a Nemecsek fújta a dobot, eddig érő hajjal, Steiner, Beethoven, a két rolca, úgy néztek, hogy elképesztő. Igen, 70-es igen. Éveknek a hippi korszak, a virágos ing, stb. Hát ő LGT Mini volt mindig a Tabán. Május elsője LGT Mini. Hát a török találta föl. Tehát maga a Tabán ötlete tőle szállt. Ezt nem tudtam. A Bemrakpart igazgató nője csinálta ezt az egész tabáni vegzatúrát. És ismertem a dalaikat. Meg az, hogy a Bemrakparton minden vasárnap mini koncert van. Egyszer csak megjelent szeptember elsőjén a Török Ádám, vagy másodikán valahogy Újpesten anyám még csöngetett, apám mondta, hogy huligán az ajtóban, nem kinézni, mondott el, mondom, elég híres ember, mondom, a Török Ádám. És beült, beszélgettünk, hogy a Bajkai mi diszidált, szintén. Szóval innen fúj a szél. És ürült egy hely, hogy nincs kedve menni. Hát mondom, nagy örömmel. Ádikán, de azt mondja, 5-én buli van szólnak. Hát mondom, az engem nem zavar. Hoztál az műsort, aztán persze. Adott egy kazettát. És leszedted. Pénteken már játszottunk. Hibátlanul. Zseniális. Hány tag volt akkor a mini? Négy? Mindig négy volt. Négy, igen, az a rész. Hát, de néha a Tibi lejött a Tátrai, mert ugye igen. Előttem 74-ben a Tibusz egy évet lehúzott. Még a generál előtt, igen. És akkor, amikor generálba átment, akkor már nem volt gitáros, tehát akkor így várt ebben. És azt olvastam, hogy ez az időszak volt az élet egyik legboldogabb 4 éve a miniben, mondhatjuk így. Gondolj egyik benne, érettségi után. Igen, 18 évesen. Kis kecskeszokálos jazzista voltam. Pasággyal együtt voltam 56 kiló. Hát most sem vagy sokkal több. Hát azért. Most már 57. Úgyhogy, hát figyelj. Madarat lehetett fogadni. Kimentünk. 240 koncertetek volt egy évben. Igen, és képzeld el, hogy valaki kérdeztettem, hogy ilyen politikai beszélgetés volt, és mindenféleképpen ki akarta sajtolni belőlem, hogy 1990 volt életem legszabadabb éve, és nem az volt. Persze, nem. Hanem amikor az első lengyel turnéra kivitt az Ádám, és Varsóba laktunk, 8. emelet, nyitva volt az ablak, akkor dohányoztam még. Az is nagy elegánsan elhúztam egy Marlborót, hátradőltem az ágyon, és azt mondtam, yeah. Este a Jazz Aquariumban játszottunk a Namiszlovszkijával, a legnagyobb jazzsztárokkal, tudod? És mondom, micsoda élet ez, tudod? Te azt eszel iszol, amit akarsz, nem ugatnak bele, mikor ez, mit csinálsz, hova mész, semmi. Teljes szabadság. Na, ez a teljes szabadság, amikor elkötsz otthonról mindent, és tényleg a magad ura vagy. És a törökkel aztán lehetett az Ádival. Miket értünk meg? Ez viszont ebbe a podcast műsorban nem biztos, hogy belefér.
De nyugodtan. Ne hülyeskedj, eddig állt a hagymalevél a szobában, mert evett az Ádám már akkor elkezdte, tudod, és a kolbászt otthonról hozott, kolbászt, így meg a lányok az ajtóban. Már lózimban van, az orromban van. A munkáslányok az ajtóban, tudod, szóval azért voltak ott olyan dolgok. Egyébként hogy... csajozós voltál akkor még? Nem, valahogy, hát szerettem persze nyilvánvalóan, mai napig szeretem a szépet nézeket. Hát pláne, hogy az első két feleséget táncos nő volt. Tehát a szép alakot, a táncos múltat, hát hogy néz ki, szeretett. Róluk csak annyit, egy kitérőként, hogy ők milyen táncosok voltak, milyen típusú? Néptáncosok voltak, néptáncosok. És a fonott haj, meg azok a gyönyörű ruhák, és a szép derék, az orsócom, meg a popsi, fokhagyma popsi hozzá. Uh-huh. Nem tudsz nemet mondani. Hát okay. Hallottam bele a házasságokba is, meg a vállásokba is. Uh-huh. Ugyanis nem tudsz mit csinálni, elindul egy ilyen népi együttes, mondjuk a Honvéd, igen. Azok megcsinálnak évente mondjuk minimum 12 külföldi fellépést. Ja. És az két hét 12-szer. Ja. Hová tenni, hogy nem ja. Ez gyereket, meg hogy persze. Szóval. Ja, ezért volt, azt olvastam ezért is. Rám, igen, rám hárult a gyermeknevelésnek minden súlya, de nem zavart különösebben. Nagy szerelem volt, de sajnos nem volt könnyű a dolog. Uh-huh. Sőbálatot egyedül nevelted fel. Hát nem egyedül, lányodat. Mert végül is volt nagyanyja, meg nagyapja, de, há jó, de nagy rész, hát én vittem iskolába, én vittem tornászijába, vasasba, stb. Stb. Ez kemény azért. Nyáron a turnéba én vittem, hova kivittre volna. Szóval visszatérve, mennyire voltál csajozós, ilyen 18 éves és a 22 éves hát korok mentem között? Utána, amikor sikerült, akkor elkötöttem én is, ami nekem vált. Nyilván, ez normális, persze. Igen, tehát az, pont az a mini után, jöttek az érdekességek, erről mesélj egy kicsit. Miniből miért lett, miért, mi motivált, vagy az mi történt? Az évi 230 buli volt a West Endnek. Kijátszott az évi 230-at, és arra nincs időt, hogy új lemezt csinálja. Meg az Ádámban mindig volt valami, azt mondja, hogy ilyen, csináltuk valami ideges, amilyen ideges, a te Ádika, az nem ideges. Úgy hívják, hogy percussion. Azt tölti fel, amikor megy a dob, és a dob üres önmagába egy basszus, és hogyha hallgatsz egy Santanát, vagy hallgatsz egy Ayrto Moreirát, bármilyen jazz kombinációban, hallod, hogy tele van a tempóval, és tele van figurákkal a dob. Igen. Emiatt van tele, mert ott ül egy, vagy legtöbb esetben kettő percussionös, és kubaiban biztos, hogy kettő is van. Igen. Ettől van tele. Na, és mindegy, nem tudtuk ezt megoldani, de nem csak azért nem, hanem évi 230 buli rohadtul fárasztó, tényleg. És ebben lett sajnos egy böjtje is. Így van, megült a dolog, megjelent a Vissza a városba című lemezbe, dolgoztak egy másik lemezen. Én össze... Az megvan nekem egyébként, az a lemez. Én összehaverkodtam, akkor a Totyáékkal, a Szűcs Judit megkért, hogy játszok a lemezén, és kint vettük föl Prágában, egy marha nagy stúdióban, akkor láttam először ezt az asztalt, addig a falig elért, tudod. Mondom, atya úristen, micsoda élet, nagy mercedesekkel mentek ezek a skorpiósok, tudod, tele voltak lóvéval, és akkor ott hagyták a Karcsit, Freinreis Karcsit, hogy majd csinálnak ők saját zenekart, és így Dinamit néven össze is álltak, már megvolt a Pap Gyula, a német Gabi Szűcs Antal Gábor, kerestek basszusgitáros, nem volt nehéz. Igen, kézenfekvő voltál. Hát, és együtt nyomtuk a Szűcs Judit alapokat, föl, akkor szóltak nekem, mondtam, hú, de marha jó, kellett énekest is keresni, azt is megtaláltuk, marha nehéz volt, mert a Gyula nagyon sokat vacillált. Őszintén elmondom, a Wikidá Gyulát hússal nem tudtuk elcsölni a mobilból, hiába volt a Schusterral sok konfliktusa, mert volt konfliktusa a Loránttal, akkor is oda volt szögezve, és volt benne egy nagy adag félsz is, hogyha elveszíti azt a táborát, vajon mi lesz itt. Uh-huh. De beállt ebbe a dologba. Abban hogy érezted magad ebben a dinamitos kirándulásban? Jól éreztem volna, mert ugye a dalok nagy részét természetesen én írtam, meg igen. A Totya is írt egy párat, de azokat a már, hogy mondják, modernebb dolgokat, amiket nem fedeztél fel a Skorpióban, értelemszerűen miért is, azokat én már csináltam. Nem csak, hogy ugye amikor szerelmes állapotban voltam, hallgattam a Foreignert, a Van Halen, meg ezeket a dolgokat, be is épült a sejtjeimbe, és tudtam abban a stílusban alkotni. És ezeket a dalokat, például a Double Vision, az a Mi ez az érzés című dinamit dal, azt onnét merítettem, és vállalom is. Nem baj. Egy riff az, hát ez egy Foreigner riff. Igen. És ezeket úgy behoztam, de annyira el lett kapkodva, hogy most lesz lemeze ennek a dinamit formációnak, hogy kiírja a szövegeket. A Csiga Sanyi előkerült, aki írt ugyan jó szövegeket, mert a zöld csillag ragyog az égen, ezt például ő írta, de ez volt az egyetlen híres dalszövege, emellett igazából nem sikerült, és hát így aztán kipréselt
te a Gyula magából az igazság, mutasd meg arcodat, nézz a fénybe, meg az aluljárók fia a sorsodban, de ez nem elégített engem ki. Uh-huh. Szóval én vártam azt, hogy legyen ennek egy irodalmi oldala, ami a dalszövegekben az alkotói ki, így van, uh-huh. és ez nem történt meg. És azért egy ilyen összecsapott szövegvilágú dolgozat jelent meg, ami nagy sikert aratott, a Gyula neve miatt óriási neve volt a Gyulának. Így van. És ott is volt két buli naponta, lementünk, mit tudom én, pénteken, és vasárnap éjjel halálfáradtam haza, a hat buli hátad mögött. És élő, ott nem kamusztunk, ott ez tiszta élő zene. Aha. Na ez aztán kifutott már a második. Ez 79-82-ig, ugye? Akkor... A második lemezé ki is futott, ott már még ez a szöveg is kifújt, hanem akkor már nem is tudom, hogy ki ez, mert a Hernádi Gyulát is megkereste a bátyám. Miért keresitek meg a Hernádi Gyulát? Mert miért nem keresünk valami olyat, hogy leülünk és beszélgetünk, hogy mit szeretne ez a ágyko, csináljunk erősítőt, meg hangfalakat, meg egy csoportkábelt behúzni, ez nem érdekel. Uh-huh. És akkor szétugrott ez a csapat, a Szélrozsa minden irányban, nem is kötötte össze igazából semmi, mert általában ezek a dolgok úgy jönnek össze, a nagy dolgok, ha egy valaki kitalál valamit, és arra felépít egy zenekart. Uh-huh. De ha egy kocsmában öten ülnek, és öten csinálnak egy zenekart a nagy lelkesedésbe, az ki szokott fújni, már a harmadik, negyedik évben, mert nem volt ennek szellemi atya. Egyértelmű, igen. Öten voltak szellemi atyák, futottak dalok után, futottak szövegíró után, futottak, nem volt egy valaki, aki ezt átlássa, és azt mondja, hogy ez a csapás irány, ezt akarom mondani. És ennek a hiánya sajnos ez okozta azt, hogy ezt szétugrott. És akkor jött a nagy lépés, ugye? Hát a Nagy Feró volt a nagy lépés. Igen, azért. Én nagyon szerettem. Hallgattam őt a Fikába, Fiatal Művészek Klubjába, hogy én nagyon szerettem a Ferót, a szövegeit, járt fel az Ori büfébe, tudjad, hogy volt egy Ori büfé, tudom, ugye? Tudom, meg én ott írtad alá a szerződésedet a Borossal. Igen, ott ült mindenki, az volt az olyan is, aki árulta önmagát. Judit főzte a kávét, Judit ott volt, akkor még 20 forintos volt a csészére téve, tudod, hogy foltot hagyjon a fehér ingeden a kávé. És az foltot is hagyott, úgyhogy az a baj nem volt. Igen. És... ott a Feróval találkoztam, oldalt volt a borfőtel, leültünk, és mindig elmondta, hogy miért ír, milyen dalszöveget, álljottam, hogy meg hol tartsz. Szóval volt egy dalszövege, ami a mai napig nem látott igazán napvilágot, néha bemutatja, de nagyon ritkán. Az? Az Európa. Ez egy ilyen, hát Svitnek írta a Miklós Kalajos, de nem az lett belőle, hanem inkább egy ilyen zenei darab, ki tudja milyen forma, de nevezzük Svitnek. Na, és már akkor megálmodta a mai Európát. Ez volt 1980-81-ben. És ott elmondta ezt a dalszöveget, és mondtam, atya világ, most itt a csontvázakon jól látható, vagy nem látható, ez fiú, vagy egy lány az egyik oldalon, a másik oldalon pedig felmegy a függöny íme Európa. Érted, szólnak a harangok Európa. Én nem tartozom senkihez, de kiszállni tudom, nem lehet, mert így neveltél engem Európa. Téves jelszavakkal löktél engem a sorba, és én téves jelszavakat írtam házfalakra. Tetszett a buli, tetszett a dilió, ez a helyzet, kiszállni tudom, nem lehet. Na mindegy. Szóval ezek ilyen szövegekben a Katicabogárka, hát egy iszonyat, az űrzat, precízen rendezett a világ. Elképesztő, mondom. És amikor Tatán feloszlatta a Beatrice-t, nekem már akkor megvillant a fejembe, hogy ezt az embert megkeresem, meg is kerestem, a közgázklubba találtam meg, a Romokba. Uh-huh. A Romokba. A Miklóska Lajossal kijöttek erről a kongresszusról, fölálltak is azt mondta, hogy szűk ez az ország nekünk, Lajos, hagyjuk itt őket. Fölálltak is erről a kongresszusról, ott volt a Brody, a Presser, a Állambiztonsági Hivataltól a főnök, a belügyminiszter, akkor még a Tóth volt a belügyminiszter. Na mindegy, fölállt, azt mondta, hogy nem kell neki. De elintézzük neked az Ernestől, hogy legyen lemezet, persze, hogy kihúzza a szövegekből, ami lényeges. Mi persze, és akkor... Hát akkor inkább... még nagyon ment a cenzúra, kegyetlenül. Lehallgatások, stb. Hát ez más világ volt, ezt jobban megéled. És inkább feloszlatta, és tudtam, hogy nagyon fáj neki ez. Hiába is most, hogy otthon forrasztott, egészen forrasztott. Uh-huh. Céltalanul, tök uh-huh. mindegy. És játszott egy zenekarban, amit Bikininek hívtak, fönt a közgáz klubba, egy ilyen kicsi terembe. Úgyhogy nem is énekelt, aztán, hogy gitározott, valaki ott dobolt, a Ród énekelt, és mondtam, tényleg Feró, biztos, hogy ezt akarod? Uh-huh. Hát ezt már hívtak a Kártagóba, meg a Piramisba, nem vállaltam el, mert csinálják egy zenekart. Szóval nagyon gyerekik, és akkor még ott a Nagy Lajos Király útján lakott. Uh-huh. És most ez nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy én már ugye Interbrass, Mini, Dinamit után
már kellett, hogy rendelkezzek egy közönség táborral. A Nagy Ferónak egy olyan Beatrice után, ahol letérdeltek 12 ezer a kis stadionba a Térdelálva című dalra előtte, kellett volna, hogy legyen annyi pénz a zsebébe, hogy amikor meghívott, hogy focizzunk, és foci után együnk valamit, hát bementünk a közérbe tésztát venni. Nem tudtunk feltételt venni a tésztára. Úgy ettük a sós tésztát vízbe feltételt. Szóval így indult a bikini. Aztán. Ebben a közönséget nem érdekli. A közönség leszarja, már elnézést. Persze, ez így van. Szóval nem érdekli, hogy te mit csináltál, arra kíváncsi, hogy mi az eredmény. A produktum micsoda. Így van. Így és van. Akkor majd jön, ha az elfogadja, és azt mondja, hogy na, és ugye nyilvánvalóan játszottunk Beatrice-t, mert felül nem tudott fölvinni a színpadra. Nyilván, hát Beatrice nélkül. A Katica Bogár, akkor a Belvárosi, vagy Farkas, igen, de van rajontóták voltak ezek, mert Nagyvárosi Benzin közben születtem, úgy hívnak motorizált nemzedék, nagyon jó volt az a korszak. Tehát annak a korszaknak a legnagyobb érdekesség, hogy összesen 10 koncertet adott az a bikini, a Nagy Feró féle. Az elején belendült, volt 3-4 buli, akkor jött az István a király, az István király akkor a kézifék volt, a bátyám hangosította, a Feró labor szerepét játszotta, én pedig otthon ültem meg a vedres. Semmi, egy koncert sem volt. Uh-huh. Egy pár bulia volt, egy pécsi. Nem volt ebből konfliktus? Nem nagyon lehetett konfliktus. Milyen konfliktus? Mit szólsz? Mit mondasz? Igen. Az igen. Elment a laborsz, ne legyél laborsz. Hogy ne legyél laborsz? Persze. Ne vicce, mindenki elment. A Vikidál elment, a Deák Béla elment, mindenki beleénekelt. A maga szerepét tökéletesen megcsinálta, és nagyon jó az hibátlan darab. Ez így van. De utána jött ugye a 1984, uh-huh. Ott volt egy ifjúsági park zárónk, meg még egy pár buli mellé, és ennyi volt. Szóval a két lemez ennyibe kimerült. Tehát két lemez csináltunk, amiből az első mai napig országos hírben, nem az első 20 lemezben. A második már nem annyira, de az is eléggé sikeres dolgozat volt. Uh-huh. Van benne olyan hangszerelés, amiért nem hallasz a mai napig. Márta Pista hangszerelte, fantasztikus a Pink Floyd utánérzés, vagy ez, bocsánat, a Sex Pistols utánérzés. Uh-huh. Igen. Na, ennyit erről a Feróféle korszakról, és akkor a hátat fordított, hogy ő csinálja a Hamletet, tudtam be, hogy Hamletből Beatrice lett lesz, és az lett a vége persze. Mm. És akkor te, ott egy pár évig mi történt veled? Nem volt ott pár évig, azonnal kellett dönteni, mert 1985-öt írtunk, és volt 3 év üres járat az életemben, nem művészetileg, mert művészetileg ez kielégítő volt. Igen. Csak most akkor hogyan tovább? Hát ki, mit fogsz benni, enni, tudod, meg egyáltalán? Mégiscsak ebből kéne megélni. És akkor hívtam a D. Nagyot. Te már ismerted őt akkor? Hát hogy nem, mindenki ismerte a rossz frakciót. Ja, mondjuk mindenki ismert mindenkit igazából. Hogy nem, meg a rossz frakciót ki nem játszott. Játszottak az ifjúsági parkban, hallottam élőben őket. Én azt hittem egyébként, hogy te játszottál a rossz frakcióban. Nem. De nem játszottál, de tudom, hogy volt kötődés, akkor innen van a Lajostól. Uh-huh. Meg a Trunkos mindig jött koncertjeinkre, tudod, igen. És már mint a Feróféle bikini koncertre, és ugye összekeveredtek a kártyalapok. És nagyon szerettem az András szövegvilágát. Tehát ő fantasztikus, jó mérnöke volt a szavaknak. Uh-huh. Ez így van. Nagyon-nagyon. Na és akkor a D-nagynak szóltam, az Éva sörbárban, csörgött egy csíkos gatyába, hogy angol könyv volt nálam, szőke haj. Fülbevaló, persze. Igen, ez klasszik. Mondtam, hogy te maradtál a zenekar nélkül, én énekes nélkül, szóljuk össze a bulit. Azt mondta, hogy próbáljuk meg, mi lehet. És akkor kijött a Dalosid a műfázból, próbáltunk Újpesten, képzeld el, Dalosid a művelődési központ. Kint csocsozott a fele a zenekarnak. Betanítottam ezt a óriási bikini slágert, a Mielőtt elmegyeket. Uh-huh. A Dén egy itt is rá egy vázlatot, amik az volt a refrénye, mielőtt végleg elmegyek, egy képet elteszek, ez a kép a régi életem, szét is téphetem. Uh-huh. Ezt a Feró átírta, az már álltunk ismerett Mielőtt elmegyekre, és így került felvételre. Tehát ennyire a Feroé, és ennyire a Dénagyé és a szöveg. De ez volt az első bikini, ami mai napig a legnagyobb sláger. Ez így van. Uh-huh. És ebben a korszakban a boldogságot végre kiteljesedhetett, mint alkotó, mint dalszerző, mint hangszerelő. Tehát most itt már érezted azt, hogy önmegvalósítás azt pillanatában? Azt akkortól lettem igazán saját magam gazdag, amikor a bátyám kilépett. Uh-huh. Mert akkor az az atyai szeretet, ami abba sodorta a zenekarokat, hogy osztuk el a jogdíjakat egyformán, mert mi is ott voltunk a próbán, ez megszűnt abban a pillanatban, hogy ő innen kilépett. Uh-huh.
Mert ott voltak ugyan a próbán, lehet, hogy a csocsot pörgették, tudod. Igen. De az alkotó műhely nem a próbán történik, az otthon történik. Otthon megírod, és a próbán betanítod. Uh-huh. És ezért van az előadó művészi jogdíj, hogy aki ott ült a próbán, és aki följátsza a lemezre, megkapja az előadó művészi jogdíjat. A szerző pedig, aki megírja. Uh-huh. És ez pedig egy akkordmenet, és rá az ének. Uh-huh. Ez a dal, a hangszerelés az meg a hangszerelés. Na. Uh-huh. És ez már, már a következő lépés, ez az Artisiusnál, ugye? Jó, de várjál, szóval ez ettől kezdve jó, mert van. Én mondtam meg, hogy ki írja a szöveget. Addig is én hoztam a Ferót, mert ugye az első lemezre is a Feró sokat írt, meg a Trunkos ketten megszédítették a Wilpert, tehát majd mi megírjuk, adja 50 rongyot, meg még 50-et, és majd mi megírjuk, akkor marha sok pénz volt. Uh-huh. És meg is írták, olyan lett, amilyen, de jó lett mégis. Van már, annak már volt valami sármja. Igen. És a második lemez az már erősödött nagyon, és amikor a Dévényi becsatlakozott, akkor szólalhatott meg az én igazi bensőm, az Ádámmal nagyon lehetett dolgozni, Ádám fantasztikus szövegeket írt, hogy élmény volt. Sajnos egy csomó minden nem került hozzám, és nem adta jóváhagyását, mert annyira az övé volt, hogy azt mondta, hogy ezt nem adja oda másnak, hogy énekel. Például erre indultam, erre hiába, erre lóg le a férfi lába, fülét a hideg vasakra hajtva, egyre a vonatot várja. Robog az idő, lobog a haja. Fegyelmezett vagyok, vigyázok magamra. Mint Kényában a forradalom, ülök a közelen egy padon, úgy parancsolok magamnak, még maradjak, megmaradjak. Ezt kell szétszedni, agyhelyet magad mellettre, ezt kell szétszedni. Az Ádámot is szét kell szedni, de ott voltak azok a fantasztikus termőföld, a magot kellett beleszórni, és kinőtt bele egy hatalmas fa. És ő nagyon nagy szövegeket írt, és megírta érte a legnagyobb szövegét, és azt nekem írta, és azt nem magának írta. A világ végén, aminek az az utolsó sora, verszaka, a világ végén télapó alszik a hóban, a világ végén újság alatt a metróban. A világ végén bárcsak soha se látnám, a világ végén megfagy a lábgyom a járdán, és ezt 8-10 éves gyerekek éneklik az első sorban. Honnan? Há, most... Na ez az olyan. Tehát ez most így már azt mondtam, hogy na most akkor csinálják, kicsit a közeli helyeken, az is szét volt írva, szanaszit össze kell húzni, és azt is, de már volt értelme, kimentél a színpadra, és értelmes dolgokat énekeltél. Uh-huh. És ez volt nekem mindig a célom, hogy minden dalszövegnek legyen eleje, közepe és vége, és szóljon csodálatos dolgokra. Nekem, kívülállóként, mint énekesként és mint zenészként, az 1989-es év ugye minden szempontból ugye eljött a szabadság. A szabadság. És ebben is teljesen egyformán vagyunk. Azt, hogy Berki Tamás említettem, ő zsűrizett engem többször. És azt mondta, hogy figyelj Tamás, te elképesztő énekes vagy. Neked énekesnek kell lenned. Tehát mennyi azonosság? Garai Attila. Felvételiztem a Jazz Konziba. Nem vettek föl, mert összhangzatlanban nem voltam felkészülve. Azt mondta, hogy kegyetlenül énekelek, de hogy hát azt is tanuljam. Jó, jó, majd jövök, nem mentem vissza. Tehát, hogy annyi a kapaszkodási pont, és 1989, hogy az élet azt hozza, végre eljött a szabadság, és azt mondtam, az életem a legfontosabb szó, hogy a szabadságom nem eladó. És nézd meg, akárhány interjút láttam beled, vagy olvastam rólad, neked is a szabadság szó, az mindig ott van. És 1989, a Temesvári koncert, az nekem, az a bikini nekem akkor ütött át azt a falat, amire azt mondtam, hogy hú, ez óriási. Nekem is. Tényleg? Hát csak ez lett volna, képzeld el egész életemben az egyetlen koncert, akkor is azt mondom, hogy megérte zenélni és azt megcsinálni, mert olyan nyomokat, mély nyomokat hagyott, hogy a mai napig sokszor nem tudom végignézni, mert van ott egy kislány, úgy hívták, hogy Mátyus Anni. Uh-huh. Végigbökte a bulit. Uh-huh. Ült valakinek a nyakába, és végigbökte a bulit. És a Márkus Józsi, aki a videoklipet, meg az egész mozit fölvette és csinálta, behozta az öltözőbe, és kérdezte, miért sírták kicsikém? Én nem örültél, mint a többi ember. Azt mondta, azt hittem, hogy soha se élem meg. Képzeld el, hogy valakinek ez volt a legfontosabb életében, hogy ezt megélje. Hm. És bejött egy aradi újságíró nő, és azt mondta, hogy uram, mi már kikiáltottuk 2 hónapja a szabadságot, de ma éreztem magam először szabadnak. Na hát ez micsoda csoda? Hogyne. Szó meg azt, hogy katonák eldobálták a puskáikat, tudod, és félmeszterre vetközve beálltak villázni az első sorban. Egészen elképesztő volt, hogy igen. Kétszer, meg 2 bulit csináltunk, igen. 24-25 február. És így jártak a lámpák a sportcsarnok, vasbeton sportcsarnok tetején, képzeld. Szóval ez egy olyan történelmi pillanat volt, nem csak a nagy magyar ország történelmi pillanata, hanem ez a zenekaratok történetében és a magyarság történetében is egy óriási pillanat volt ez. Tudod, mi hajtott bele
ebbe az egész buliba? 1980-as párciumi Szűcsődi Dinamit turné. Uh-huh. Nem volt sok, 3-4 buli volt. Az a mai fejjel ezt elképzelni Szűcsődi Dinamit. Tehát, hogy... ja, hát a totya miatt. Tudod, igen, tudom, miatt. Persze. Csak hogy... hát a Judit kapta meg a turnét, és ő hozta az bátyját a zenekarra. Igen. Így keveredtünk bele, és szakadt a hó, volt egy ócska piros ladám, vége volt a bulinak, mentem ki, és nem volt fűtés, ott se, itt sem, mindegy, hol ülök, érted. És jöttem volna már haza, és szaladtak az emberek a hóesésbe, és ráfeküdtek a kocsira. És mondták, hogy magyarok, nem menjetek haza. Hát képzeld, de azt se tudod, a híradóban mit tudsz erről az egészről, meg a történelmi órák hazugságai, most ez forradalom, vagy ellenforradalom, azon rögtön, amikor a lányom tanulta, már ő forradalmat tanult, hogy hát mi ezt ellenforradalom. Ezt akkor rájössz érte, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, és nyilvánvalóan azt kell szajkozni, amit ők kívánnak. De az nem mindig egyezik a valósággal és az igazsággal. Na és ez nekem szöget ütött a fejembe. Uh-huh. És folyton erre gondoltam, és akkor még közben volt a falu rombolás, amit azért csak közvetített a híradó, és akkor láttuk azt, hogy tényleg ez az ember rombolja a falvakat, és a magyarság kezd kihalni a saját földjéről. És akkor, mikor jöttünk haza Moszkvából, 1989. decemberében, akkor szembesültünk, hogy forradalma a Romániában, mert a Moszkvában erről semmi. Tehát micsoda? Persze. A Pravda, ugye az, hogy igazság alapja, semmit nem mondott. Na mindegy, és akkor hallottuk, hogy ez van. És játszottunk a Pecsába mindjárt 21-én, és mutatták, hogy lőnek az emberre, kergetik, és menekül. És ott egy monitoron néztem koncert közben, és lejöttem, és nem mondom, Marko Árpi, irány, mondom, szerveztek ki, gyorsan Temesvárra, viszont a Gáliván szépen is szerveztek nekünk ott egy jó kis koncertet. Tehát ebből kettő lett. Aztán meg rengeteg. Hát fú, ez... Hányszor, hány koncertet lehetett szerinted a bikinivel? Na várja, nem olyan, igazából nem is olyan sok. Nem? De az akkor, Temesvár után egy évvel az egész országot bejártuk, uh-huh. úgy, hogy a falon másztak föl az emberek a bordásfalon, a kötélhátson, meg a fán, és az egész csarnok mindenütt ember volt. Szóval, hova néztem, mindenütt emberek voltak. És végig énekelték, végüvöltötték a szekuritát, nyomta föl 300 voltra, hogy leégjenek a végfokok. Komolyan? Mindig ilyen? Hittek abba, persze. Hittek abba, persze. Hát volt ott mindenféle. Nem volt semmi atrocitás? De volt, mindig volt. Mi is csináltunk hibákat, követtünk el hibákat, de ki nem mindenki hibát elkövetett, az, hogy még nem vagyunk rossz emberek. Persze. 1997, az egy nagyon mély dátum neked. Újra alakítottam a zenekart, mert ugye 92-ben azt mondtam, hogy hát itt a rendszerváltás, elmondtuk minden, mit akarsz még mondani, és kinek? Ez volt az oka, hogy megáll? Ez az elsődleges oka, ez volt a másik, hogy a gyerekem iskolába járt, és az iskolába fehéringbe, rakott szoknyába, fonott hajjal egy angyal ment, és böltem a buszba, ott meg a sátán volt jelen. Rövögjél csak, igen, tudod, azt a szókincset, az indulatszava halmazát. Hát az mondjuk ott, ami, igen. Tehát én azért most utóbbi időben már külön szoktam utazni, mert hát a nyelvezetet nem akarom hallgatni, ez igaz. Igen, mondom, ugyan ettől óvtad őt. Nem, magamat igen. is, elsősorban igen. magamat is, meg hát ugye ott is megtelt minden. Ott is meg volt az évi 160 buli. Uh-huh. Alig tudtam egy mollakordot kicsit. Mi történt abban a jó néhány évben? Töltöttél, és gondoltad, hogy még lesz egy megfordítása? Óriási szerencsém volt. A Ferótól átvettem a Rocker stúdiót, át is keresztettem Bikini stúdiónak egyből, uh-huh. és jöttek az emberek csőstől, hosszú sorokba, és kemény mag jött. Uh-huh. Sokat, rengeteget tanultam tőlük, rengeteget. Volt művész is, a Péter Rogi például, az a Hegedűs Péter, ő sokat élt Párizsban, Londonban, New Yorkban, és onnét hozta az azt a dolgot, hogy úgy nyújt az zongorához, a szintetizátorhoz, miközben beszéltél, harmonikázott, és az tiroli harmonikázás volt, ha pánsípon játszott, az pánsípozás volt, szóval olyan mélyről jövő zene, jiség, meg harmónia fordítások, és olyan énekelés, hogy egy tam mikrofon, ami a 421-es Sennheiser mikrofon, tamokra tettük, ennyire volt a szájától, és nem ordibált, és pirosban voltak a műszerek. Te azt vágod, hogyha hang van, akkor nem kell ordibálni, mert a test zeng. Persze. Na, de aki ordibál, tudod, mezitlába, függő folyosón, abból nem biztos, hogy kijön a hang. Ez nem, igen. És ebből a gyerekből kijött a hang gyönyörűen, és élmény volt fölvenni, egy szép bariton és a tenor közti átmenet. Uh-huh. Gyönyörű muzsika. Hát mindegy, és hát ott volt a Sex Action, a vágtázó halott kémek, vagy amit akarsz, nem tudok olyan zenekart mondani, hogy ne jött volna hozzám akkor. Uh-huh. És föltöltöttem 4 évig, és akkor Wilpert szólt, hogy kiadna egy lemezt. Uh-huh.
válogatást. Hát mondom, már hogy szóljak bele, hogyha ez album, hogy mi legyen, addig válogattunk, még mondom, ezt újra játszanám, azt is újra, és összehívtam a csapatot, és már játszottunk, mondom, jó van, mondom, most már meguntam ezt a remete életet, csináljuk újra. Uh-huh. Na, ezt azért elmondom. Hogy nem volt ez olyan egyszerű, mert Kató Zolit hívtam szaxofonozni, és a Hirlemant dobolni. És csináltunk egy aréna koncertet a visszatérésre. Zsufi volt. Ott azért meg lehet tömni a zsebet. Legyünk őszinték. Igen. Szóval az nem egy vidéki műfáz költségvetés. Erre 2 héttel volt egy kertészeti egyetemi bulink. Jön a kekre a Kató, buli előtt, Szancsek, azt mondja, nem jövök fel Szancsekre, mert nem fogok játszani ma. Miért nem? Hát azt mondja, a Royal Globe-ban van egy koncertem, a Back to Black-kel. Hát mondom, hogy alá van írva a koncert, és most vettél föl egy kövéret a arénába. Akkor is megy. Azt mondja, különben is az, hogy te is oda járt a jazz tanszakra, le tudod játszani a szaxofon szólókat, az gitáron, oda dobta egy az orrom alá. Hát mondom, akkor szia. Elment, és a buli végén ott a Hirlemant, hogy neki ez volt az utolsó buli a bikinivel. Sziasztok. És ott voltam most egy dobos, meg egy szaxis nélkül. De mindjárt visszatért. Szerencsére a Mihalik Viktor bejelentkezett, aki a mai napig törzs tagja a zenekarnak, és marad is. És hát a Makovics Dénes egyből beugrott szaxizni, aki a régi szaxofonos volt. Igen, igen. Ezt egyből folytattuk tovább. Hú, ezért ez kemény lehetett. Kemény, erkölcsileg volt kemény, igen, hogy ennyire igen. Becsülnek meg, ennyire néznek a szemedbe, és ennyire vesznek komolyát. Ennyi, akkor gyerekek, sziasztok. Szerintem mindenkinek az élet visszaadja azt, amit... Szerintem is. Amit ő ad, vagy amit ad. Na, és így folytattuk, a mai napig így működünk. Uh-huh. De jó. És pár évvel ezelőtt, én azt hittem, csak néhány évvel ezelőtt hallottam egy új dalotokat, végre hallottam egy magyar rádióban egy új dalotokat. És mondom, hát ez nekem annyira tetszett, hogy utána megkerestem, ugye ma már modern eszközökkel, és körbe-körbe hallgattam. Vajon melyik dal lehetett az szerinted? De nem tudom, szerintem. Szép vagyok, nem? Ja, imádom azt a dalt, nem tudom. Tehát ha lehet azt mondani, hogy mind szövegében, mind zenéségében bikini maradt, tehát teljesen bikini, annyira egyénes, hogy nyilván Lajosnak a hangja miatt is. Igen. De a hangszerelés is. Tehát és úgy, hogy közben azért megmaradtatok kicsit a tradicionális rockzenénél, de mégis már modernebben szólnak a dalok. Nyilván ez nektek köszönhető, vagy neked köszönhető, mert ennek az egésznek te vagy a mozgatórugója. Gondolom, így születnek a dalok, ugye? Vagy ez egy teamwork, egy csapatmunka? Én nem hiszek a csapatmunkában. Nem, hát demokrácia van, én írom a dalt. Kész. Nem csak azért. Az a fogjuk meg és vigyétek, azt ismerjük. Igen, meg a közös találkoz, mi is ott voltunk a próbán, kérjük a jogdíjat. Te és mit mondtál? Ja. Az, hogy 2 intro legyen az elején, kösz szépen. Ja, igen, már tartják a markukat a mai világban, gondolom. Nem. Oké, és mit gondolsz, hogy ez a rockzene? Mert ugye a bikini azt most akárhol, akármelyik magyar területről, nem tudom, Kanadában, Egyesült Államokban volt-e esetleg lehetőségetek? Nem megyek ki haknizni, az úgy néz ki, hogy kimész egy CD-vel, és letátok. Nem. Az teljes zenekarral nem voltatok kint koncert? Nem hívtak. Nem hívtam. CD-re hívtak volna, még pedig egy rádió hívott volna, meg egy kanadai rádió. És sokat beszélgettünk, meg nagy rajongón volt, nézte a TV-be a riportjaimat. Igen. És mondtam, hogy nem megyünk Kanadába, és nem is akarok kimenni. Mert a kanadai magyaroknak még játszom, meg ez ugyanúgy a Las Vegasban is a magyaroknak, meg Los Angelesben is a magyaroknak jönnek, 400-500-an eljönnek, de ez nem adja meg azt az érzést, amikor Temesváron ott van 5000 ember, és szétkapja, és akármikor, tehát ha ma is kimész, most hagyd mondjam, mert Litér, így hívják a halut. Tudom, hol van. Ott van, de Székely udvarhelytől jobbra fönt, az már majdnem Kovászna. És Litéren a 450 fős faluban 20000 ember volt most nyáron. És mit csinálsz ilyenkor? Menjek-e Kanadába? Persze. Nem, meg ezt nyilatkoztad is, hogy ugye a magyar nyelv, meg mondtad a mai beszélgetésünkben is, hogy a magyar nyelvnek a gazdagsága, egyénisége, teljesen egyénileg, tényleg sehol a világon minket nem értenek, ez tényleg egy magyar földön lehet közvetíteni, átadni a gondolati síkot. Ezt hogy mondod el angolul? Forró nyári sehogy. Éjszakán nekivetköztek a házak. Szemeztek az ablakok, kapuajakból sóhajok szálltak. Tetsz halott mondom város, azonnal. Most ér magához. Már érted? Szóval annyira gyönyörű a magyar nyelv. Mi egyből itt van előtted a kép. Ez így van. Ugye érdekes, hogy a családod, ugye vannak, akik Pozsony kötődés, ugye a nagyszülők, ugye. Hát anyám, igen. Igen, mert édesanyád, akkor ugye lett a harmadik feleség, jelenlegi feleség. És szerelmed.
aki viszont székelyföldi. Így van. Tehát a székelyeket én is ismerem, és én egy rendkívül egyenes, tiszta szívű, és azt kell mondani, hogy becsületes. Így van, talpig becsületes népség. Akárhány székelyt ismerek, mindaz. Tehát ebben bennük még sosem csalódtam. Vele tényleg úgy történt ez a kapcsolat, hogy leugrottál a színpadon, és megkérdezted? Szégyellem egyébként, mert itt azért benne van a bohóságod? Nem csak azt tudom, hogy a forró vérűség, az ital okozta a forró vérűség az, hogy nem válogatsz az eszközökben. Oké. Okay. És hát lesz, hát nem magas, a Józsefinában ilyen magas a színpad, nem volt nehéz leugrani róla. Hát ott állnak előtted, az annyira imádtam ez a klubozásnak a tetején. Igen, hogyne. Nagyon közel hoz a közönséghez ez a klub szintű zenélés. Ez így van. Tehát én rengeteget játszottam. Ott állt egy kis csapatba, odaugrottam hozzá, kitől kell megkérni a kezedet. De várjál, előtte nem is ismerted? Hát... Na, ott volt többször bulikon, meg szia, ennyi, ilyen szinten. Nem is beszélgettetek? Semmit? Semmilyen kapcsolat nem volt előttetek? És így... Minek? Ahhoz, ja, hogy megkérd a kezét, tudod. Ja, oké. Okay. Nem, hát utána nyilván beszélgettünk, mikor mondta, hát ez az apámtól mondta, szegény, tudod. Aha, nyilván, hát aztán valaminek törvény, ez persze. Mit mondott? Aha, de jó. Tehát hihetetlen. Ez tényleg így történt? Így van. És kimentem, és megkértem a kezét. Olyan esküvő volt, hogy a mai napig arról beszélnek Székely Keresztúron is, meg akik ott voltak Magyarországra, még ők is azt mondják, hogy ilyet még életben nem láttak. Na, mesélj erről a lagzéről. Volt egy legény búcsú előtte, az nagyon szép volt. Gondolom. Képzeld el, az osztrák ember, Alex, ez a feleségem baráti köréből jött Magyarországra, egy székely lánynak az osztrák férje, és hát ők is meg lettek hívva. Hogy mit iszunk? Hát mondom, ezt felejtsd el, mondom, Szilva Pálinka, ti nem isztok ilyeneket, mert 20%-os a legerősebb tömény náluk. Ő ezt megkóstolja. Hát rajta, barátom. Megitta, beültünk a kocsiba, és nem telt el 8 perc, míg odaértünk a lengyel nevű presszóba, ahol folytattuk a mulatozás. Kiszállt a kocsiból, és elindult, és ott, amikor esel előre, próbáld magad utolérni, hogy ne essel, egyre gyorsabban. Igen. És arca bele a bokorba, és ott is maradt. Egy felestő. Szóval tényleg a medve meg a pálinka nem játéklásunkra. Igen, ez a mondalás, így van, maximálisan. Oké, és a feleséged egyébként konkrétan azon kívül elfogadja, hogy te azért elfoglalt vagy olyan szempontból, hogy sokat koncertezel, sokat vagy stúdióban, hogy ő így szeret, ahogy vagy. Hát ez sokat látott. Tudod, egy székely, ő mindig többet lát azért ott. Átjött ide, tudtam, azért jött át ide, hogy mindenféleképpen új életet kezdjen. Igen, ő már egy diplomás volt, ugye? Hát, hogy egyetemet végzett, ráadásul nem is akármilyet, de nem érdekelte. Átjött, és a kínai piacon dobozokat pakolt. Uh-huh. Fillérekért. Persze, dolgozni kellett, így van. Nőrszölt Tániában, Svédországban, itt folytatta, a gyerekekkel foglalkozott, aztán összejött velem. Elvégzett közben egy fogtechnikát még az egyetem mellé, tehát fogtechnikus, és elvégzett egy fodrásziskolát, úgyhogy most éppen fodrász. De jó, és született gyönyörű kis gyermek. Bizony. Róla azért mesélj. Hát óriási dolog, tényleg megfiatalított. Az ember egyébként látszik, hogy most komolyan, ugye tudjuk, hogy nem beszélünk a korunkról. Én tudom, hogy hány éves vagy. Figyelj. 40 fölött már tudod. Nem. Most én 42-t tippeltem, és amikor láttam. Szóval egy tényleg eszméleten jó. Tehát a pozitív kisugárzásod, a belső harmóniád, ez kiül rád. Ez nagyon látszik. És a színpadon is, amikor ott állsz, mint főnök, mert azért te vagy ennek az egész bikininek a mozgatórugója és a főnöke. Tehát a motorja. Tehát hogy nem is kérdés, hogy látszik egy ilyen kiegyensúlyozottság, látszik egyfajta boldogsága, hogyan megköszönöd minden nap a teremtőnek, hogy vagy. Ez így van, minden reggel. Meg a sejtjémnek is, hogy ezt a szellemet befogadta ez a fizikai test, ezt a vadállatot néha tényleg, és befogadta, hál' Istennek, és bírja is még hurcolni. Úgyhogy, na, hát a fiam az óriási gyerek, kis oroszlán egyébként, augusztusi gyerek. De nem ütött meg még senkit. Képzeld el, hogy boxol, van nekem zsákom otthon. Fölveszek a kesztyűt, igen. És nyomja, és amikor engem kell ütni, olyanokat nyom, hogy már rosszul vagyok tényleg. De akarod, be is akartad iratni őt, ilyen birkózás, birkózni. Valahogy nem, egyszer ráugrottak a könnyökére, nagyon fájt. Meg nem menje birkózni, láttál már birkózót közelről?
Nem, a füle le van törve. Hát a porcok hiányoznak most, az nem biztos. Azért tettem, hogy az izmok megerősödjenek a szervek körül, hogy rúgható meg üthető legyen, mert már a madár rácsapta a kezét, hogy megy hozzá 8 évesen a boxtermébe, persze. Uh-huh. Jó, hát tudom, hogy ez azért van, mert óvod és félted a mai világtól. Így van, Rambót kell nevelni belőle, de nem üt a gyerek, idegen nem üt meg, még a rokonok közül se, csak engem. Uh-huh. Van, ami visszafogja, nagyon jó lelkű, nagyon kedves fickó. Uh-huh. Semmi hiba nem volt 5 és fél éves most, ugye? Semmi hiba nem volt vele, soha. De jó. Nem bőgött, nem hisztézett. Ha hisztet kapott, a nyakleves, hogy többet nem akart. Hol tart szerinted a mai könnyű zene itt Magyarországon? Ha már Magyarországról beszélünk, és a nagy Magyarországról beszélünk. Ketté vált. Ugye? Én is ezt érzem. Az egyik fele érvényesülni akar, és megfelel a trendeknek, tehát trendi zenét játszik, úgyhogy mainstream beszállt ebbe a vonalba, és egyik olyan, mint a másik. Mm-hmm. Tehát nem tudsz nagyon különbséget tenni, max az énekhang különbözteti meg, hogy nem ugyanaz az előadás. Mm-hmm. A többi pedig utat keres és csinálja maga útját, az is nagyon jó dolog, és akkor ők nevezik magukat művésznek. Mm-hmm. Egyébként most benne vagy a dalban, mint zsűri, és szoktalak látni, nagyon konszolidált, minden nagyon komoly vagy, Lojziát figyelj, kegyed, te jó zsűri. De legalább jó szívű vagyok. Az így van, maximálisan. Senkit nem gátoltam. Azért, mert a dalban láttam olyan produkciókat, ami nekem kicsit visszaköszön a te szellemiségednek a követésében, hogy akik egyéniek, azokat kell támogatni. Lehet, hogy nem menő, de legalább egyéni, így valamilyen. Van. Így van. Tehát a legrosszabb az, ha valaki olyan, mint a másik. Mondom, a Hello Pistire gondoltál, az a szemüveges hölgy, aki énekelte, hogy ne, olvastom kell, orvos nem kell, igen, volt ilyen refrémom, hogy kerültek ezek ide? De nem baj, szóval egyéni. Így van, támogatni kell őket is, nem szabad falakat húzni elé. Hogy érzed magad ebben a zsűrizésben? Itt őszintén elmondod a véleményed? Az a jó dolog, nem, az a jó ebben, ez agyjából a stúdiózás volt. Ott beülsz egy stúdióba, és nem bülsz a hangmérnökként, ott hangmérnök is voltam. Igen. És minden énekesből a maximumot ki tudod hozni, ha ügyes vagy. Uh-huh. És ez ugyanaz. A jelenléteddel, meg ahogy utána minősíted, és később visszajön már a közép döntőre, ő elkezd hinni benned és bízni. Uh-huh. Nyilván. És mondtam is, hogy második ne legyél, mert a második a vesztesek első helye. Uh-huh. Első legyél. És arról beszélnek. Az utolsóra nem fognak beszélni, pedig ugyanannyit gyakorolsz és csinálsz az utolsó, mint az első. Tehát tessék felkötni a gatyát. Mit üzensz azoknak a mai zenekaroknak, énekeseknek, zenészeknek, akik bizonytalanak abban, hogy megmerjék-e valósítani önmagukat, csinálhassák önmagukat, nem akarnak hasonlítani másra, viszont nem találnak kapaszkodót, hogy hogyan indulhatnak el ezen a pályán? Szerintem meg kell méretni magát mindenkinek, és a visszajelzésből biztos, hogy kapnak egy kis löketet, hogy érdemes csinálni. A klubzene például. Ha tényleg jó, így van, ha tényleg jó, akkor meg lesz a megfelelő mennyiségű taps, ami felhajt tör minket, általában tapsra fizetnek, tudod. Mert ezek nem gázsik. Lássuk, hogy te jártál Ausztráliába, kérbe vagy, hogy mennyi egy rendes gázsi. Hát igen, szokták mondani Magyarországon, sokszor az Isten fizesse meg című fellépésünk volt. Igen, erre te tisztán emlékszem én is. És téged kritikák vajon érnek-e? Mert azért nyilván, hát most pláne egy zsűri székben ülsz, meg közben egy fantasztikus dolog, az Artistusnak megint megválasztottak vezetőjének, és talán emlékszel rajta, kaptál tőlem egy gratulációs SMS-t, de nem rögtön, soha nem rögtön szoktam küldeni, mert akkor küldi mindenki, amikor megtudtuk, hanem én direkt vártam egy, nem köszönöm tudom, szépen, egy hetet. Emlékszem, megkaptam. Igen, és azt mondtam, hogy végre egy olyan ember ül az Artisius székben, aki ezt megérdemli. És mindenfajta puncsolás nélkül mondom. Nem azért, mert most itt vagy, és hogy jóba vagyunk, és hogy kedvelek nagyon, meg nagyra tartalak, meg felnézek rád. Hanem, viszont is így van. Hanem azért, mert egy tanult, intelligens, értelmes zenész, alkotó, hangmérnök, minden, tehát minden porcikáját csináltad már a zenének. Tehát, hogy ha az Artisius élén ilyen embernek kerülnie, és ezt gondolom, azért is választottak újra, mert jól is dolgozol. Én egyébként összekötő vagyok elsősorban. Nyilván, de az Artisusnak a működéséhez hozzátartozik, hogy 10 ember irányítja. Uh-huh. És egy főigazgató. És a főigazgató és a mögött álló tím irányítja az Artisust. Uh-huh. Mi, a művészek, ez egyébként 1907-ben is így alakult, aki kitalálta a Herzfeld Viktor hegedű művész, hogy hát az én dalaimat játsszák a cigányok Szegeden, és egy fillért se kapok. Uh-huh. Bevezették a jogdíj intézményét, és ők kitalálták, hogy jár nekik a jogdíj. De hogy?
Hát azt öregen be kell szedni, ahhoz le kell menni, elveszed a cigányt, úgy nyakon vág a vonalhajára okozósz. Ezt intézményesíteni kellett, hogy erre legyen egy munkacsoport, aki ezt a részét is megcsinálja, aki tárgyal a minisztériummal, mert a minisztérium hagyja jóvá a tarifáidat, meg egyáltalán. Tehát ez nyilván kezelési költségbe kerül, és ezt hívják munkacsoportnak. A művészek ötletelnek, persze nyilvánvalóan mindenki a saját ötleteit próbálja favorizálni, de nem tudod, mert tízfős testület dönt. Uh-huh. Ha leszavaznak, akkor le vagy szavazva, akkor nem sikerül. És ebből van 4 könnyű zenész, 4 komoly zenész, 2, egy publisher és egy irodalmár. Tehát így vagyunk 10. Uh-huh. És mindent meg kell szavazni, mert se nincs. El kell fogadni, és napirendi pontok vannak, és a napirendi pontokat meg kell szavazni, és meg vagy hány igen, és hány nem, hány tartózkodó, és akkor az mehet a küldőgyűlés elé, mert a küldőgyűlés a legfőbb döntő szerve minden egyesületnek, így az Artisusnak is, uh-huh. és a küldöttek mondják ki a végső igent, vagy a végső nemet. Amit ott kiagyalunk, meg amiről ott beszélgetünk, az a küldöttek elé kerül, és majd a küldöttek megszavazzák, vagy nem. Uh-huh. Tehát így van, és hát el kell menni tárgyalni a minisztériumban, meg a bírságonak, ami egyébként nem nagyon történt meg az Artisus életében. Tehát hozzánk kijön a NAV, kijön az állami számvevőszék, kijön mindenki, és mindenki minden papírba belenéz, és nem találtak semmi hibát. Szembe a független jogkezelőkkel, akiknek bevallási kötelezettségük sincs. Uh-huh. És ugyanazt csinálják, csak függetlenek. Szóval uh-huh. óriási a teher rajtunk, de nem baj, álljuk a nyomás, meg nemzetközi szervezetek állnak mögöttünk, mint a sziszak, meg a jazzák. Tehát igen. ők felügyelik ezt az egészet, és látják, hogy meg uniós szabály alapelvek vannak, amiket követni kell nekünk is. Tehát nem üthetsz csak a hasadra, hogy mostantól kezdve ez van. Nem, az van, amit az unió előír, és nekünk alkalmazkodni kell a legjobb formában simulni ezekhez a dolgokhoz. Nekem az észrevételem az, hogy rengeteget javult a kommunikáció. Sokkal jobban érzem azt, hogy törődtök velem. Így van. És ezáltal úgy érzem, hogy talán én is egy családhoz tartozom, a zenészek családjához. Nehogy befejezd, mert gyorsan el akarok mondani valaki, hogy kiszállsz a beszélgetésből, na. hogy azt, hogy a szociális háló, amit az Artisus biztosít a tagjainak, tehát ezt hogy nevezzem, nyugdíjtámogatás és rászorultsági támogatás, az Artisus támogatás politikája az egyik legerősebb támogatás politika, mert millió fölötti pénzeket tudunk osztani nyugdíjtámogatásba, és súlyos 100 000-eket rászorultsági alapon. Tehát azt úgy érts, hogy aki idáig bepályázott, most már van 7-800 000 pályázónk is. Hú. Hát az annyit tudok, hogy... Bocsánat, ugye... 700-800, bocsánat. 700-800 pályázónk van, 23 ezeren vagyunk, és 7-800 embert szépen nem ölünk fel a helyére, hogy ne halljon éhen, hogy legyen megélhetése, mert végül is sokat adózott ide. És utolsó gondolatként az, hogy engem nagyon bánt, hogy azt gondolják sokan, hogy mi nem írunk új dalokat. De csak nincs meg az a régi típusú felület, azok a platformok bezáródtak előttünk, amik lejátszanák az új dalainkat. Köszönöm, hogy kimondtad. És azért ez szerintem felháborító. Tehát bocsánat, az egész magyar könnyűzenének szerves része vagy, a bikinivel együtt, vagy szólóban, bárhogyan mondhatom, de mondjuk a nagy neveket is, még vendégünk lesz itt, Demjén Rózsi. Pataki Attila most volt vendégem, és most sorolhatnánk. Tehát azért ez nekünk milyen megélni, hogy írhatunk dalokat, konkrétan az internet világára vagyunk korlátozva, ezeken a platformokon tudjuk eljutatni a hallgatóink felé. Ennek az Artisus, mint hatalom, valamilyen szempontból hatalom, nincsen olyan kezdeményezésetek, hogy a magyar adófizetők pénzéből föntartott magyar rádiókban, hogy nem, mi az, hogy korosztályokhoz vannak kötve, meg mi az, hogy bizonyos történeteket nem játszanak le. Bocsánat, hogy mi jó, csak az, amit jónak találnak. Én nem azt mondtam, hogy mindent játszanak le. De én ezt felháborítónak tartom. El tudjuk-e képzelni, hogy mondjuk Ed Sheeran 30 év múlva egy Sheeran új dala kijön, hogy ne játssz el a brit rádió, vagy egy amerikai rádió, vagy bárki. Tehát nem tudom elképzelni. Vagy egy Ross Stewart, akár hány évesen, hogy most kijön egy új dala, hogy azt ne játszanák. Vagy itt volt most az Abba újjászületés, egy új dala, kijöttek. És rögtön a slágerlisták érepítette őket. Hát álljon már meg a menetet. Én azért kérdezem, hogy nekünk magyar zenészeknek van még egyáltalán lehetőségünk a régi klasszikus média felületeken megszólalni? Hogy ezért az Artisus tud tenni valamit? Fölhívtam a Szever Palit, régi jó barátom, hát ő sok rádiónak volt műsorigazgatója. És azt mondta, hogy Lojzi, nem tudok segíteni.
És az Artisusnak nem ez a dolga, az Artisusnak az a dolga, hogy behajtsa a jogdíjakat és felossza a jogosultak között. Ez az egyesületeknek, a zenei egyesületeknek lenne a dolga, mint a Szerzők Egyesület, Magyar Zeneszerzők és Lalszövegírók Egyesülete és a többi, aki kopogtattunk az ajtón, hogy gyerekek, kevés a magyar zene a rádiókban. Itt kezdődött az egész, fölpumpáltuk 35%-ig úgy, hogy mi nagy kegyesen éjszaka bejátszották a magyar zenészeket. Persze, hajnal éjféltől négyig, persze. Tudod? Igen. Mégiscsak mi megcsináltuk, ott a magyar zene, meg a publisherek zsákszámra viszik ki a pénzeket, ugye, mert rengeteg a külföldi zene, és akkor behagyják a jogdíjakat, hogy ott milyen pénzcsúszások vannak, nem tudom, nem is érdekel, és nem is vádaskodok. De nincs ez így rendjén. És nem igaz, hogy nekünk tényleg mindenkinek kell saját internetes rádiót kéne csinálni ahhoz, hogy publikált saját magadat, és meghallgassanak, mert még mindig a rádió a legerősebb fóruma annak, hogy magad népszerűsítsd, mert az autóban valaki beül, nem internetet keres be, mert vannak internetes autók, hanem egyből benyomod a rádiót, és oda tekelsz, amit úgy nagyjából szeret zenéket. És ott lennél te is jelen, és jogos egyébként a kérdésed, hogy miért nincsenek az öregek ugyanúgy lehetőséghez. Nem csak az öregek, hanem egy bizonyos... Az új produkciók. Igen, az új produkciók. Tehát én azt gondolom, hogy ez számomra érthetetlen, és azért kérdeztelek téged, hát, ha tudsz valami megoldást. Na, a beszélgetés legvégén pedig az, Lojzi, nagyon-nagyon hálás vagyok, eljöttél. Én köszönöm, remélem, hogy jól érezted magad. Jól, hát persze, kávé isten. Tényleg? Persze. Lehet jönni ide kávézatul a hegyre. Hozzak bármikor, szeretettel, és legközelebb is remélem egy kis új hírekkel szolgálva megint eljössz majd hozzám. Önöknek és nektek nagyon... Jó hírekkel. Jó híreket. Önöknek és nektek nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, és velünk tartottak. Ebben a Hevesi Tamás podcast adásban vendégem volt Németh Alajos, mindenki Lojzia, a Bikini motorja és frontembere. Remélem, jól éreztétek magatokat. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok és osszátok meg. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok, viszlát! A beszélgetést az Artisius támogatta. A dalszerző az első.